tiszta horrorfilm. Sziasztok, srácok! Jelenleg augusztus 20-a van, és nem volt Sopronban tűzjáték. Viszont a héten nagyon sok minden fog történni, viszlek majd titeket magammal, viszont már holnap korán kelünk, úgyhogy én elmegyek lassan aludni, a kamerát viszont itt hagyom, ugyanis hogyha a fellők eltűnnek, akkor egy eléggé szép látványban lesz részetek. Kezdjük a heti vlogot! Óra 21 van, és hogyha visszaemlékeztek, már egyszer mondtam nektek, hogy én nagyon, de nagyon nem vagyok a reggelek embere, de viszont most elindulunk Bécsbe, ugyanis nekem 8-kor van egy kis dolgom az egyetemen, de előtte felszerettem volna kérni korábban, ugyanis pár napon belül nekem meg lesz Instagramon, hogyha nem követsz meg Instagramon, akkor itt van, kövesse, a 200 ezer követő, és szerettem volna kicsit valamilyen más helyszínen képeket készíteni, úgyhogy még előtte ezt a kis időt kihasználjuk, és csinálunk pár fotót. Viszont ez a fotóhoz szükségem lesz egy fotósra. Szép jó reggelt! Szép jó reggelt! Hogyha tehetitek, akkor látogassatok el Bécsbe, és szerintem pont egy olyan város, ami Pesthez annyira nincsen messze, és egy egész napot el tudtok tölteni. Szóval, ha például reggel elindultok, akkor 2,5 órát ideértek. Körülbelül egy nap alatt tényleg meg tudjátok nézni a lehető legtöbb dolgot. Az első fotóállomásunk egyébként itt látható mögöttem, itt még soha nem jártam, viszont tök durva kel fel a nap, ott hátul pedig látjátok magát az egész várost, hogyha tehetitek, akkor gyertek majd ide, belinkelem itt alul, hogy ez pontosan hol van. Viszont irány a második állomás. És a második állomáson itt is vagyunk, ami nem más, mint a... ez is olyan rohadt magas, a Duna City Tower. Szívunk egy kis egyetemi levegőt, gyorsan megreggelizünk, aztán utána indulunk haza. És a haza alatt most Budapestre gondolok, ugye és régen voltam itthon, körülbelül most 5 napot voltam Sopronban, és ma megyünk kóstolni. Nem is akárhova, megmutatom nektek. Gyerekek, egész héten 35 fokos meleg volt, és most? Kezd beborulni, pont akkor, amikor végre lehet menni valami izgalmas rendezvényre. Hogyha leesik az eső, nagyon mérges leszek. Visszatérve, hova megyünk? Megmutatom. Nos, feljöttünk a Budai Várhoz, ugye, és meghívást kaptam a Jamesontól, hogy vegyek részt a sörfesztiválon, itt van egy ilyen sörfesztivál, mindjárt láthatjátok, és a Jameson különböző, hát ilyen sörös dobozban érlelt viszkit, nem tudom még én sem pontosan, fog velünk kóstoltatni, nem vagyok egyedül egyébként, mert itt vannak még... Hozó, Benny, Ákos. Az idősebbek közületek tudhatják, hogy az ennek egy ilyen külön hangulata van. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy összeöntöd valami másra, hanem tényleg az ízvilágról van szó. Elkezdett időközben esni az eső, úgyhogy a kamerát beviszem, ez a mikrofon eleve is bénázik, azt majd le fogjuk cserélni a héten. Viszont előkészítették már a székeket, úgyhogy most tényleg megnézzük, hogy milyenek ezek a kis pohárka viszkik. Most időközben végeztünk a kóstolással, és tök érdekes szerintem, hogyha úgy állsz a viszkihez, itt van Ábel is egyébként, tök más élmény az egész, hogyha lassan nyit, és odafigyelsz az ízekre, meg a teljesen más, teljesen más. Emlékeztek rá, hogy ebben a videóban körülbelül 2 perc ezelőtt ugyanitt láttam, és ezt mondtam. Visszatérve, hova megyünk, megmutatom. Nos, ez a klip, ez le volt vágva, ugyanis az igazi klip az így hangzott. Visszatérve, hova megyünk, megmutatom. Drónnal. Na de miért vágtam le a végét? Ezért vágtam le a videó végét, és megígértem nektek, hogy megmutatom, hogy hova megyünk, és drónnal akartam megmutatni, de
volt egy kis baj. Hogy pontosan hol, azt nem mutatom meg nektek, de a drónom beleszállt az egyik épületnek a falába, és lezuhant, körülbelül 4-5 emelet magasról, és sikerült az egészet ripityára törni. És ami ebben nagyon vicces, hogy körülbelül 1 vagy 2 órára rá jelentette be a DJI, hogy megjelent a Mavic 2, viszont ez még egy kicsit várni fog. Egyelőre még nem tudom pontosan, melyik lesz az új drónom, majd az, amelyik a legpraktikusabb lesz számomra. De azt veszük, akkor most én is tudnék olyan videó címet adni, hogy másokat veszélyeztettem, felelőtlen voltam, belementem a falba, nem sérült meg senki. Szerintetek ennek a kamerának jó képe lehet amúgy? Természetesen felszállni nem fogok vele, ez nagyon felelőtlen lenne, és egyébként amikor lezuhant, akkor is nagyon megijedtem, hogy nehogy emberre essen, nehogy ablakot törjön, mikor neki ment a falnak, illetve nehogy egy autóra essen rá, és azt törje be. Úgyhogy összességében mázlim volt. Összességében a szituáció nagyon hasonló volt, mint itt, ugyanis itt is baloldalt autók állnak, és mint hogyha mondjuk ott szállt volna bele, és rásetett volna egy emberre is, rásetett volna az autóra is, ablakot is törhetett volna, de szerencsére nem történt semmi. Viszont a videóban lesz még egy helyszínünk, ahol ellátogatunk. Hogyha visszaemlékeztek, akkor körülbelül 1-2 hónappal ezelőtt én részt vettem egy jótékonysági kampányban, ami kicsit így a cyberbullyingról szólt. Erről a maciról lehet emlékeztek rá. Most jöttem ide vissza, ugyanis most fogok válaszolni az üzenetekre, úgyhogy esetleg akik beküldtek valamit, ők most kapják majd meg a választ rá. Amikor viszont bejöttem, az tök érdekes volt, hogy teljesen átvilágítottak, hogy nehogy behozzak valami bombát vagy valamit. Megválaszolom gyors a kérdéseket, amiket itt kaptam. A vlogomban benne lehet? A vlogodban benne? Jó, persze. Akkor ő itt Anna. Ő dolgozik az UNICEF-nél. És most Annát meggyőzzük, hogy egy olyan macit hazaviessek. Hát kicsit beszélgettem Annával, és vihetek egy macit. Valamiért cserébe. Így van. Azért cserébe, hogyha elmondod a videóidban, vagy akár... Nem. Tudjátok, nálam a szobában van hátul 2 polc, és egyrészt nagyon jó dísz lenne, másrészt pedig végig reprezentálna azt, amit végig is az UNICEF képvisel, hogy ők próbálnak segíteni adományokkal különböző helyeken, és ebbe az egész igazából ti is be tudtok szállni, úgyhogy ez mindig legyen egy emlék nektek, amikor otthon a polcra szegeződik a figyelmet, mindig jusson eszedbe, hogy ez ennek van egy kis jelentése. Viszont, srácok, lehet sípol a mikrofon, az elnézést a frekvencia miatt van. Ki lesz szűrve, amúgy is rossz ez a mikrofon. Köszönöm nektek a figyelmet, remélem tetszett ez a vlog. Elég mozgadalmas hét volt, emeltek meg mentem volna a szegedi ifjúsági napokra is, de az elmaradt, úgyhogy azt majd valamikor jövőre bepótoljuk. Viszont tényleg, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha még nem vagy feliratkozva, kiratkozzatok fel. Dankeschön!